A díjátadó ünnepség résztvevőit köszöntötte Sesták Miklós kormánybiztos, aki elmondta, a városnak büszkeséget jelent ez a fesztivál. Petneházy Attila miniszteri biztos beszédében kiemelte, már 32 évvel ezelőtt, amikor először vett részt a rendezvényen, érezhető volt, hogy milyen fontos folyamat indult el akkor Kisvárdán. A díjakat az ötfős, színészekből és színházi szakemberekből álló zsűri ítélte oda a résztvevőknek. Eszenyi Enikő számára nagyszerű élmény volt a zsűriben való munka, a találkozás az alkotó művészekkel. Ez az egy hét, ez tényleg varázslatos volt, nagyszerű kollégákat, művészeket, színészeket láthattunk, és nagyon-nagyon jó előadásokat. És a zsűritársaim is nagyon kiváló szakemberek, és azt hiszem, hogy nagyon közös elhatározással hoztuk meg a döntéseinket, de hát mindenki nem tud díjat kapni, pedig sokkal többet érdemeltek volna. A fesztivál fődíját a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház kapta. A zsűri díjazta a legkiemelkedőbb női és férfi alakításokat, a legjobb társulati munkát és a hagyományoknak megfelelően életműdíjakat is adományozott. A legjobb rendezésért Boton Nagy és Albu István részesültek elismerésben. A Gyergyó Szent Miklósi rendező úgy véli, ez a díj valójában az egész társulatot illeti. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy nem én vagyok erre alkalmas, vagy bármilyen díjra, hanem a teljes társulat és a teljes színház, amelyet most már, ha jól tudom, lassan 5 éve vezetek, és igazából azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen egy közös díj, ez nem az én díjam, vagy nem csak az én díjam, hanem mindannyiunk díja, mert mindig, amikor elkezdünk dolgozni, akkor közösen állunk a munkához, és közösen is fejezzük be, és nélkülük én sem lennék senki. A díjkiosztó ünnepségen elhangzott, hogy Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárnak a fesztivál megnyitóján tett bejelentése alapján az Emmy 30 millió forintos támogatási keretéből az idei fesztivál valamennyi határon túli résztvevője jelmezgyártási támogatáshoz jut majd. A díjátadót követően a Budapesti Operett Színház Tajtékos Dalok című Boris Vian revüjét láthatta a közönség a Kisvárdai Művészetek Házában.